adni a szót Falovégi Balázsnak is, aki az általad is említett egyelőre, azért természetesen még főleg a nyugati piacokhoz képest fejletlen fintech piac fejlesztését célul tűző Mafisz elnökségi tagja. Hasonlóan hozzád és hozzám is, azért is vagyunk itt, hogy a fintech szolgáltatói iparág és piac fejlődjön Magyarországon, és olyan jó példákat kövessünk, mint például a Baltikumé, ami stratégiai döntésekkel tudta jelentősen fejleszteni a fintech piacát. Egyébként erről nemrégen írtunk egy cikket a Tőkeportál blogon, hogyha valakit ez részletesebben érdekel. De akkor most átadom a szót Balázsnak, és meséld el, Balázs, hogy miért is hoztuk létre a Mafiszt, és mik is a jelentős célkitűzéseink. Igen, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Megosztok egy képernyőt, ha minden igaz, akkor most már talán látszik is, ugye? Igen. Jó, szuper. Nem fogok magamról itt sokat beszélni, 20 éve vagyonkezelői tőkepiaci területen, értékpapírpiaci területen mozgok, 4 éve ezt összekapcsoltam a technológiával, és egy befektetési platformot fejlesztő cég, szintén fintech, vagy azon belül is wealthtech céget hoztunk létre, és talán még annyit, hogy úgy látszik, hogy ma nem csak a fintech köti össze az itt lévőket, hanem az is, hogy őrült módon szeretnek egy ernyő alatt lógni a levegőben. Én nem tudtam Alex rólad, hogy siklóernyőzöl, én is siklóernyőztem egyébként, és úgy tudom, hogy lesz itt még egy vendég, aki szintén egy ernyő alatt szokott lengeni, csak előtte zuhan egy csomót, de szerintem fog erről talán egy pár szót beszélni. Úgyhogy úgy látszik, hogy a bátorság az nem csak a fintechbe jön elő, hanem a szabadidőben is egy kicsit. Egy kicsit a magyar fintech szektorról szeretnék beszélni, meg hogy miért hoztuk létre a Magyar Fintech Szövetséget, és utána egyébként szívesen várom én is a kérdéseket. De tulajdonképpen mi is az, hogy fintech? Nincs ezerfajta definíciót lehet erre találni, nincs igazán konkrét definíció, de tulajdonképpen a financial technology-ból jön, ugye pénzügyi területen működő valamilyen szolgáltatás, vagy ennek a kiszolgálása, és az emögötti technológia egyesülését jelenti. Egy kicsit szorosabb, vagy szűkebb definíció az, hogy kifejezetten az erre a területre fókuszáló cégek, amelyek valamilyen pénzügyi szolgáltatást nyújtanak, közvetve vagy közvetlenül, tehát B2C közvetlenül retail felhasználóknak, vagy B2B az őket kihasználó, de egyébként kiszolgáló bankoknak, pénzügyi szolgáltatóknak, stb. És valódi digitális szolgáltatásról van szó. Pár példa, ami nagyon-nagyon ismert lehet, a magyarokról fog külön beszélni, a Revolutot nagyon sokan használják, itthon több százezren, a PayPal az egy nagyon régi fintech cég, talán még akkor, amikor a fintech szó nem is jött be annyira a köztudatba, a TransferWise szintén nagyon sokan használják, ahol ugye az hozta meg a nagy sikert, azóta persze komoly fejlődés volt, hogy nagyon sokan Kelet-Európában élnek, Kelet-Európából átmentek Nyugat-Európába, hogy szerették volna visszaváltani a keresetüket, anélkül, hogy komolyan lehúzták volna őket, hogy itt visszautaljak az előbbiekre is. De nagyon sokat lehetne erről a területről beszélni. Egy elképesztően dinamikus, gyorsan növekvő területről van szó, láttuk a Varion számait is, de ez például itt az említett Revolut app letöltéseknek a számai. Egy 5 éve még egyáltalán, vagy tényleg nyomokban létező cégről volt szó, amelyik éppen, hogy csak az első appját a piacra dobta, pontosabban az App Store-ba dobta, és azóta dinamikus növekedés volt, bár az is látható, hogy az utóbbi időben a növekedés üteme már lassul, tehát a fák nem nőnek az égig, de alapvetően tényleg egy nagyon dinamikus, gyorsan növekvő területről van szó. És az, hogy a semmiből 4-5 év alatt 10 milliós nagyságrendű ügyfelet lehet szerezni, vagy legalábbis felhasználót lehet szerezni, hogy pontosabban fogalmaznak, az jelzi azt, hogy itt komoly növekedési potenciál van. Egy kicsit a magyar fintechekről is beszélni, nyilván itt a magyar piacon van néhány tündöklő csillag, de azért az ágazatnak még jelentősen erősödnie kell, és elsősorban emiatt is hoztuk létre a Mafiszt. Részben azt gondoljuk, hogy a szabályozáson lehetne változtatni, akár enyhíteni is, talán így is fogalmazhatunk, és az ökoszisztémát is mindenképpen lehetne erősíteni, csak úgy, mint egyébként retail oldalon, tehát lakossági oldalon is a fogékonyságot a digitális szolgáltatásokra, bár egyértelműen van trend és fejlődés. A magyar fintechek többsége az erősen B2B fókuszú, tehát pont a szabályozás miatt, meg a piac viszonylag kis mérete miatt, illetve lemaradása miatt elsősorban vállalatoknak, bankoknak szolgáltatnak, pénzügyi szolgáltatóknak, biztosítóknak szolgáltatnak ezek a cégek, vagy készítenek el valamilyen megoldást.
és az árbevétel növekedés jellemzően az bőven 30% feletti pár kivétellel, akár sokkal magasabb is adott esetben. És volt jó néhány olyan cég, ahol ez a járványhelyzet nagyon, nagyon keményen megdobta az árbevétel növekedést, és már kapacitás problémákkal kellett küzdeni. Persze nem lehet kiemelni egyetlen igazi területet se, de a fizetési szolgáltatások, e-commerce-hez kapcsolódó szolgáltatások, a befektetési platformok és a UX UI, tehát a felhasználó élmény, felhasználói felületek fejlesztése, főleg a fiatal, fogékonyabb generációk számára, az mindenképpen egy fókuszterület Magyarországon. De manapság már szinte minden fajta fintek fellelhető a magyar piacon, még ha nagyon kezdetleges fázisban is. Miért lehet érdekes a magyar piac? Egyébként nem csak a magyar finteknek, hanem bármilyen finteknek is. Nagyon erős bázis van a tehetségek felkutatására. Persze mindig mindenki azon panaszkodik, hogy nem talál elég jó embert, de összességében megnézzük, akkor azért Magyarországon ez nem azért van, mert nincs elég jó képzés, mert nagyon jó képzés van, még akkor is, hogyha piaci fogékonyságot még tanulni kell, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy bejönnek ide olyan nagy cégek, mint a TransferWise-nak is van itthon irodája, a BlackRock, az MSCI, tehát olyan cégek, amik elszívkázzák a talentet, az embereket, de azért még így is nagyon sok, nagyon tehetséges alapító és munkavállaló van ezeknél a cégeknél. Ráadásul nagyon erős infrastruktúra van, mind az ésszerű költségek mellett. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó dolog. A szabályozási környezet bizonyos szempontból mindenképpen kihívásokkal teli, egy nagyon erős fogyasztóvédelmi irányvonal van, aminek nyilván hosszú távon van egy bizalmat növelő jelenléte, de azért nyilván mi is azon dolgozunk, hogy ez minél rugalmasabb legyen a lehetőségekhez képest, hogy minél gyorsabban lehessen fejlődni a digitális szolgáltatásokkal, amiben úgy gondoljuk, hogy egyébként hosszú távon szintén nagyon jó a lakosság számára. Néhány fintech cég a mi közösségünkből, akik Mafis tagok is, ugye Alexa Bariont már bemutatta, ott van a Bankmonitor, amelyik egy nagyon sikeres cég az utóbbi időben, pláne amikor a Sándorfi Balázs, a cégnek a vezetője elmondta nekünk, hogy milyen arányba mennek át például a jelzáloghitel igénylések az ő rendszerükön keresztül, akkor tényleg nagyon-nagyon csodálkoztam, nagyon nagyokat néztem. Talán egyszer majd szívesen mesél erről, de tényleg, hát ha ők így hirtelen eltűnének, és nem találná meg az utat ez a sok igénylés, akkor összeomlana a piac szinte, vagy legalábbis egy nagyon durva visszaesés lenne. Mondhatnám azt. A péntekről is fogunk hallani. A Dorsum, ugye ők egy nagyon régi cég, de mint fintech az utóbbi időben hoztak elő előremutató szolgáltatásokat, Ergománia, UX UI terület, és maga a Tőkeportál is ugye tag, alapító tag ráadásul, aki a crowdfundingot szeretné itthon meghonosítani, és hát jó néhány kampány van, és én magam is vagyok olyan, aminek befektetője vagyok, úgyhogy a Tőkeportálnak is természetesen nagyon szurkolunk. A Magyar Fintech Szövetség idén jött létre, tényleg elsősorban megalakulással kapcsolatos dolgok, illetve a kapcsolatfelvételek indultak el. Bárkit szívesen várunk a tagjaink közé, aki fintech cég is, vagy aki valamilyen módon szeretne csatlakozni az ökoszisztémához. Erre van egy külön tagsági kategória, tehát őket is nagyon szívesen várjuk. Nyilván kapcsolatokat is szeretnénk nemzetközi szinten építeni. A szabályozás egy kulcskérdés, ezen már keményen dolgozunk. Általában nagyon nyitottak a szabályozói oldalról a szabályozó hatóságok meghallgatják az igényeket, de nyilván a változások, ha vannak, akkor nem mennek át egyszerűen, tehát azért itt keményen dolgozni kell ezen. És távlati célokként mi úgy gondoljuk, hogy Budapest egy ideális helyszín lenne, meg általában Magyarország is ahhoz, hogy egy régiós fintech hub, fintech központ legyen, és hát nyilván ezt is szeretnénk elérni, ehhez sok mindent meg kell még tenni az ökoszisztéma fejlesztésén túl, nyilván a szabályozási területen is, ahogy említettem. Úgyhogy nyugodtan keressen minket bárki, hogyha egyébként a tagok szolgáltatásai érdekesek számára, általában a fintech ökoszisztémához szeretne valamilyen módon kapcsolódni, szeretne hasonló cégekbe fektetni, mindig vannak új kezdeményezések, biztosan lesz a Tőkeportálon is további, tehát biztos vagyok benne, hogy befektetőként is jó néhány ilyen érdekes lehetőség van, vagy valaki a szektorba szeretne elhelyezkedni, nem tudja pontosan, ahol, ő maga is egy fintech cég, szeretne csatlakozni a közösségünkhöz, vagy bármilyen kiegészítő szolgáltatást nyújt, úgyhogy itt tényleg nagyon sok kapcsolódási pont van, nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, és itt találhatók az elérhetőségeim. Nyugodtan írjatok erre az e-mail címre, nézzétek meg a honlapot, ott egyből lehet jelentkezni is, egy sima űrlapon. Letöltés után a LinkedIn-en csatlakozzatok a Mafis oldalához, itt mostantól gyakrabban is meg fogunk osztani információkat,
és tényleg bárkinek bármilyen kérdése van, akkor örömmel válaszolok. Köszönjük szépen, Balázs! Tehát a mafis.hu-t meg lehet látogatni, ott el tudjátok olvasni a szövetségnek a céljait. Ennek a szövetségnek a létrejötte, remélem, hogy kulcs szerepet fog abban játszani, hogy Magyarországon is egy élénk fintech ökoszisztéma jöjjön létre, ami nem utolsó sorban azért is érdekes, mert az Európai Tőkepiaci Unió, a CMU, ami az Európai Unió egyik fő célkitűzése, ami az egységes belső tőkepiac létrehozatalát célozza meg. A CMU törekvéseit évente méri az Európai Bizottság, illetve az általam megbízott szakértői csoportok, és 2 évvel ezelőtt vettek föl a CMU megvalósításának méréséhez egy úgynevezett fintech indikátort, és ezt a fintech indikátort mind a 27 tagországban mérik, és úgy pontozzák a tagországokat, többek közt akkor kapnak több pontszámot, ha nem csak a fintech ökoszisztéma szereplői, a szolgáltatók száma, vagy az általuk kezelt volumen nő, hanem a fintech érdekeket tömörítő szövetségek és bármilyen érdekképviselet szerepe erősödik. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a tavaly előtti eléggé csúfondáros helyezésünktől azt hiszem, hogy 22-ek voltunk a 27-ből. Az idei riport most jött ki, ezt egyébként az egyik kanapé picsen éppen említettem, mert akkor volt friss és ropogos pár héttel ezelőtt, abban is egy halvány előre lépés már látható, és az MNB Innovation Hub-nak is az egyik célkitűzése, hogy jelentős fejlődést érjünk el a fintech szolgáltatások területén is. Úgyhogy ezekből a kezdeményezésekből szeretnénk egy egységet kovácsolva jelentősen előrelépni.